ezt ne vedd föl! Milyen problémákat kellene még megoldani a közeljövőben ahhoz, hogy végre egy-egy család fel tudjon lélegezni az anyagi tervek alól, amiket a közüzemi cégek és a bankárok a nyakukba sóztak. Igaz, hogy most állítólag megint következik egy rezsicsökkenés, de hát ez egy olyan minimális összeg, hogy azt a közértben nem lehet megérni. Márpedig a családok a közértből élnek. A gyermekeket iskolába kell járatni, élelmeztetni kell, ruháztatni kell, és a jelenlegi magyar átlagfizetésekből egy átlag család nehézségekkel küzdik, csak azért, mert éppen fel mert venni együtt után. Csak az a baj, hogy menjünk tovább, forduljunk meg! Megfordulunk, meg tovább! Megfordulunk, mindenki lóra! Helyen menne! Akkor mi a menetrend? Forduljunk vissza! Mindenki megfordulunk és megyünk a tervezett szemben! Milyen útvonalon megyünk? Demonstráció kutisélje, a Nemzeti Nyomozóiroda, jó, rendben. És a Kúria, okay. Jó, de akkor szólja mindenkinek! Jó, rendben! Képviselői okay. Ház lett volna, itt valamilyen okból a hídon elakadtunk, de attól még a demonstráció célját meg fogjuk valósítani. Felszólítjuk a Nemzeti Nyomozóiroda dolgozóit, hogy a feljelentéseinket igenis nyomozzák ki, a feljelentéseink alapja a büntetőig, mert ma már úgy látjuk, hogy a hiteles problémákat megoldani törvényi úton csak akkor lehet, ha büntető eljáráson keresztül kezdeményezzük a megoldások kivitelezését. Ma már mindenki elismerte, még a miniszterelnök is, hogy a hitelszerződések általános szerződéseinek feltételei a magyar törvényben ütközőek, ezért erkölcstelenek, semmisek. Semmis szerződésre pedig nem lehet jogot alapítani. Márpedig a magyar közjegyzők és a végrehajtók semmis szerződésekre is jogot alapítanak, és a mai napig is elrendelnek lakásfoglalásokat, ingóságlefoglalást. Attól függetlenül, hogy most pillanatnyilag kilakoltatási moratórium van, továbbra is folynak kilakoltatások gráz végrehajtók által. Szedünk össze. Menjünk. Jó. Figyeljetek egy kicsit. A rendezvény tovább folytatódik, azt az elrabott autót majd elszállítják a rendőrök. Megpróbáljuk kikerülni, és a hídon megfordulva folytatjuk tovább a demonstrációt. A rendőrség pedig biztosítani fogja az utunkat.
Tehát mindenki fáradjon a kocsijához, és megfordulunk a hídon, és folytatjuk a demonstrációt tovább. Az NNI-hez megyünk, és a rendőrök felvezetnek. Mi lesz a lerobbant autóval? Elszállítják. Ennyi időm volt arra, hogy itt a Nyugati téren tájékoztassam a magyar állampolgárokat. Mindenkit arra biztatok, akinek hitelszerződése van, ne fizessen a bankjának csak 3 hónapig, utána könyörögni fognak velünk nekünk, hogy meg tudjanak egyezni velünk. Uzsorát nem fizetünk, nem adjuk a házainkat, nem adjuk az autóinkat, nem adjuk gyermekeink és unokáink jövőjét. Elég volt a kifosztásból, elég volt a rablásból. Megfordulunk, és majd visszavezetnek egy útvonalon, nem tudom.